A büntetés végrehajtási tisztek védik a társadalmat, és a rácsok mögött tartják azokat a bűnözőket, akiknek a rácsok mögött a helyük. Ritkán előfordul, hogy a rabok képességeiket és ravasságukat felhasználva mégis megszöknek. A büntetés végrehajtási osztályok felkészültek a szokásos szökési kísérletekre és a zsarolások és a megvesztegetések kezelésére. De amikor a szökni próbáló rabok gyümölcsöket, a jógát vagy helikoptereket használnak, arra egyetlen egy tisztet sem lehet kiképezni. Ezek a rabok tényleg nem a megszokott kereteken belül gondolkodtak, ezért a mai videóban elhoztam nektek minden idők legőrültebb nemzetközi börtönszökéseit. Na vágjunk is bele! Az első számú közellenség. Azzal az emberrel kell kezdenünk, akinek az FBI a bűnei miatt az első számú közellenség nevet adta. John Dillinger, aki bankrabló és gyilkos is volt, kétszer is megszökött a börtönből. Az első szökése egy ohiói börtönből történt 8 barátja segítségével. Második elfogása során a Crown Pointba, egy Lake megyei börtönbe vitték, ami elvileg egy szökésbiztosnak minősített börtönként élt a köztudatban. Azonban egy mára már híres történet szerint Dillinger egy hamis pisztollyal szökött meg a börtönből. Az őröket megtévesztette a fegyver, így felemelt kézzel nézték végig, ahogy Dillinger kisétál a börtönből. Menekülése közben a lehető legtöbbet hozta ki az időből, és még néhány rablást is végrehajtott, majd néhány hónappal később júliusban az FBI-jal folytatott lövöldözés során megölték. Az alcatrazi szökés. Egy másik rendkívüli történetben, amelyet a Clint Eastwood főszereplésével készült kasszasikerfilm tett népszerűvé, 3 rab megszökött az Alcatrazból. Az Alcatraz egy szigorúan őrzött szövetségi börtön volt, amely San Francisco partjainál lévő szigeten helyezkedett el. Egy szigetbörtönről lévén szó, a sikeres szökést lehetetlennek tartották. Mindez 1962. június 11-én megváltozott, amikor Frank Lee Morris, John Anglin és Clarence Anglin úgy szökött meg, hogy egy kanál segítségével alagutat ásott a betonfalon keresztül. Hogy időt nyerjenek, papírmasé bábukat készítettek, amelyeket a börtönfodrászatából származó hajjal láttak el, és a csalikat az ágyukba fektették. A rabok ezután egy csónakot használtak, amelyet több mint 50 lopott esőkabátból készítettek el. Szökésüket a börtönőrök csak másnap reggel vették észre. Ekkor megkezdődött a keresés, de végül a férfiakról soha többé nem hallottak. Az FBI és az Alcatraz börtöntisztviselői a mai napig feltételezik, hogy a 3 férfi a vízbe fulladt. Egyes feltételezések szerint a 3 férfi megszökött és Brazíliába költözött. A rendőrséghez 2013-ban egy levelet nyújtottak be, amelyben az állt, hogy a levelet John Anglin küldte. Azt állította, hogy bár mindhárman sikeresen megszöktek, ő az egyetlen, aki 83 évesen még mindig életben van. Az FBI közölte, hogy az új lenyomat és a DNS bizonyítékok nem voltak megegyezőek, és a levél hitelességét nem lehetett egyértelműen megállapítani. 2016-ban napvilágot látott egy fotó, amelyen állítólag a két testvér 13 évvel az eltűnésük után Brazíliában látható. A hatóságok nem erősítették meg, hogy ez a fotó valóban a szökött elítélteket ábrázolja, így talán sosem derül majd ki az igazság ezzel a példátlan szökéssel kapcsolatban. Kapjál, ha tudsz! Egy újabb, mára már hollywoodi klasszikussá vált filmben Frank Abagnale szökését népszerűsítették erősen. Frank egy hírhedt csaló és szélhámos volt, akiről a Kapjál, ha tudsz című film is szól. Frank már 15 évesen elkezdett bűncselekményeket elkövetni, és kétszer is megszökött a börtönből. Az első alkalommal, amikor az Egyesült Államokba deportálták, Frank egy brit repülőgépről szökött meg a JFK repülőtéren. Végül 1971. áprilisában fogták el újra, ekkor hajtotta végre a második szökését. 1971. áprilisában Frank az őröket becsapta, akik így tulajdonképpen segítettek neki a szökésben. A börtönbe való bejelentkezéskor az amerikai rendőrbíró megfeledkezett Frank fogvatartási kötelezettségéről szóló iratokról. Ebben az időben az Egyesült Államokban számos börtönt ellenőriztek a szövetségi dolgozók, állampolgári és jogi problémák miatt. Frank megragadta az alkalmat, hogy manipulálja a börtönőröket, és elhitesse velük, hogy ő egy titkos ellenőr, aki rabnak adja ki magát egy felülvizsgálat céljából. Hetekig építette a történetét. Egy kinti bűntársát használta fel, hogy tovább győzze az őröket, egy FBI igazolvány meghamisításával, amely őt tisztviselőként azonosította. Az őrök különleges bánásmódban részesítették őt, azt gondolvá, hogy ezzel segítik a börtönt abban, hogy Frank a vizsgálatot sikeresen elvégezze. Végül egyenesen kisétált a börtönből. Még 2 hónapig szökésben volt, mielőtt újra letartóztatták volna. A történet azonban kitudódott, így Frank azonnali szenzációvá vált, zseniális szökése miatt. A helikopteres menekülés. A francia rabló és elítélt gyilkos Pascal Payet 3 sikeres börtönszökést tudhat maga mögött, amelyek nemzetközi hírnévre tettek szert.
2001. október 12-én Pascal úgy szökött meg egy francia falusi börtönből, hogy barátai egy eltérített helikopterrel szedték fel a börtön tetejéről. Ezt követően 2003-ban helikopterrel visszatért a börtönbe, és három további rabnak segített megszökni. 2005-ben 30 évre ítélték el egy őr meggyilkolásáért, amely egy 1997-es autóeltérítés során történt. Csak rövid ideig volt börtönben, mielőtt úgy döntött, hogy ismét megszökik. 2007. júliusában Pascal megszervezte, hogy barátai eltérítsenek egy helikoptert, túlszulejtsék a pilótát és arra kényszerítsék, hogy Pascal börtönébe repüljön. Bár a harmadik szökés is sikeres volt, Pascalt végül Spanyolországban újra elfogták. A mexikói drogbáró. Joaquín Guzmán Loera, akit a legtöbben csak elcsapó néven ismernek, egy mexikói drogbáró volt, valamint a Sinaloa kártel korábbi vezetője, és neki kétszer sikerült megszöknie a börtönből. Az első szökés 2001. januárjában történt, miután a mexikói rendőrség kábítószerrel kapcsolatos vádakkal letartóztatta, elcsapó megvesztegette börtönének őreit, hogy segítsenek neki a szökésben. A börtönből egy mosókocsira mászva szökött meg, és a következő 13 évben sikerült elkerülnie az újabb elfogást. 2014-ben újra letartóztatták, de 17 hónappal később elcsapó ismét megszökött. Ezúttal nagy média figyelmet kivívva, csapó egy mérföld hosszú alagúton keresztül szökött meg, amelyet a maximálisan őrzött börtön zuhanyzói alatt építettek. Ez nem egy szokványos alagút volt, volt benne világítás, szellőzés és egy átalakított motorkerékpár a síneken, amelyet valószínűleg az alagút építéséhez használtak. 2016. januárjában ismét elfogták, és elcsapó jelenleg is börtönben van. A jógamester. Nem túlzás azt állítani, hogy a jógának számos előnye van. Azonban a börtönből való kiszabadulás képességének növelése általában nem szerepel egy jóga stúdió brossúráiban. Mégis egy koreai jógamester szökése bizonyítja, hogy a jógát a relaxáción és a testmozgáson túl más célokra is lehet alkalmazni. Choi Gab Bokot, aki 23 éve jógázott, szeptember 12-én rablás gyanújával letartóztatták, és a Daegu város rendőrkapitányságának fogdájába zárták. 5 napig maradt ott, de szeptember 17-én kora reggel kenőccsel bekente a felsőtestét, és a cella alján lévő apró étkezési nyíláson átpréselve magát kicsúszott a zárkából. Az egész mutatvány mindössze 34 másodpercet vett igénybe. A rés, amelyen a 180 cm magas Choi átcsúszott, a Koreai Times napilap szerint 15 cm magas és 44 cm széles volt, és a szökést akkor hajtotta végre, amikor a három börtönőr aludt. Végül 6 nap menekülés után szeptember 22-én fedezték fel, a Daegutól mintegy 30 kilométerre délre fekvő Mi-yongban egy lakóház tetején, ahol Choi egy kartondobozban bujkált. A varázskulcs. Egy hihetetlennek tűnő szökés során három rab úgy szökött meg az Egyesült Királyságban, hogy megjegyezték egy kulcs körvonalait. Andrew Roger, Keith Rose és Matthew Williams a börtönlemez műhelyében dolgoztak, és a szökéshez szükséges összes eszközt a műhelyben készítették el. Megjegyezték egy őrmester kulcsának körvonalát, és elkészítették a másolatot, amely lényegében lehetővé tette számukra, hogy szökésük során bármilyen ajtót kinyissanak. Készítettek egy 25 láb magas acéllétrát és egy házi készítésű fegyvert is. 4 nappal később kapták el őket, amint épp egy repülőgép lopás terveit dolgozták ki. A fekvőrendőr. David Svet és Richard Matt a Clinton Büntetés Végrehajtási Intézet két rabja hónapokig tervezgette a szökést. Mindkét rab a börtön kiváltságos részlegein dolgozott, többek között a konyhán, ami hozzáférést biztosított számukra a szerszámokhoz. Amikor körbejárták a börtön területét, a duó rájött, hogy az egyik fekvőrendőr a területen valójában egy félig a földbe ásott cső, amelyen keresztül átmászhatnak és megszökhetnek. Richard Matt kapcsolatot alakított ki a börtön szabójával is, Joyce Mitchell-le, és meggyőzte őt, hogy fagyasztott hamburgerhúsba rejtett fémfűrészlapokat csempészzen be nekik. Mindez lehetővé tette, hogy rendelkezzenek az acélfalak átvágásához szükséges eszközökkel. A Clinton Büntetés Végrehajtási Intézet pulóverével ellátott bábukat hagytak az ágyukban, hogy az őröket megtévesszék az éjszakai ellenőrzés során. Állítólag egy üzenetet is hagytak, amelyben az állt, hogy szép napot. Eredetileg úgy volt, hogy Joyce a börtönfalain kívül találkozik velük, és egy menekülő járművel tovább segíti a szökésüket. Joyce azonban nem jelent meg, és a párosnak tovább kellett folytatni a útját. Miután több napig menekültek a tisztviselők elől, végül megtalálták őket, és egy padhelyzetben Svet megsebesült és elfogták, Mattet pedig agyonlőtték. Joyce Mitchell bűnösnek vallotta magát a szökés segítésében, és a maximum 7 év börtönbüntetésre ítélték. A Bedford Hills-i női büntetés végrehajtási intézetben tölti a büntetését, és eddig kétszer tagadták meg tőle a feltételes szabadlábra helyezést. És ezek lettek volna a legőrültebb nemzetközi börtönszökések.
Köszönöm, hogy ismét itt voltatok, továbbra is legyetek a legjobbak. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!